Hát ez Torontónak egy része, 1991. Innen pedig irány Ausztria és Magyarország. Most elérkeztünk Mikkelszóba, szóval innen már nem messze van hegyes halom, úgyhogy megyünk hazafelé itt a Tószeri barátommal mellettem. Mit mondasz, Ferikém? A legtöbb autó az mind osztrák, meg ilyesmi. Hallod, a Ferit meg mondja, hogy a vámnál meg se néztek, amíg az is. Ezt a sort határnál ugyanúgy volt a határsártán. Jani mondta, hogy ismeri a Gelesics Gabit, mondták, akkor mehetünk. Magabikám, ezt még idézed, ott ott beszarsz. Vissza se jöjjön. Kérdezték, hogy hol hagytuk. Arabokat, feketéket lehet látni. Még jó, hogy le nem lövik őket a határon. Zsidókat csak a rádióba hallgatok, de minden adott. Már elzártuk. Mert akkor a soha nem ér véget. A világbajnokságon egyébként ebben a versenyszámban negyedik volt, és most övé az aranyérem. Jó napot kívánok én is, kedves hallgatók! Athénból a legfontosabb hír az, hogy ha nem hallották délelőtti ugyancsak, ahogy Vádos András kollégám nevezte most a közvetítésünket, akkor elmondom önöknek, hogy a délután folyamán a hátúszásban izgulhatunk majd két versenyzőnként. Egészen pontosan a 100 méteres hátúszásban a negyedik helyen jutott a legjobbak közé, tehát a döntőbe Bajcs Tamás, és a nyolcadik helyen a surranó pályára került Tene Attila. Mindketten, tehát úgy, ahogy András is említette, 6 óra után 10 perccel fognak körülbelül a medencéhez sétálni, hogy aztán belepottyanjanak a vízbe, és elinduljon a 100 méteres férfi hátúszás mezőnyedére. Még egy versenyszámban voltunk érdekeltek. Ez pedig az 1500 méteres egy gyorsúszás volt, ahol Szilágyi Zoltán jól úszott, és a hatodik legjobb idővel került a fináléba. Ennek az úszásnak tekintettel arra, hogy ez az úszás maraton. Most tehát annyit, hogy Frank Esposito, a mai nap első Európa bajnoka a 200 méteres férfi pillangóúszásban. Budapest. Töltünk a kiújjuk a kajakénő világbajnokságot, először azonban. Te őrült vagy, kiáltott fel a feleségem, mikor bejelentettem, hogy családi házat fogunk építeni. Tudod, mennyi energia, idő és pénz kell egy ház felépítéséhez? Egy idegroncs leszel, mire beköltözünk. Én azonban hajthatatlan voltam, és ekkor találtam meg a kánat. Különben ez Győrnek egy része, Gabikám, úgyhogy ezt meglátod, majd talán a papa rá ismer egyszer, ha megmutatod neki ezt a filmet. Nem sokkal később közölték, hogy mégiscsak Lementyev a világbajnok. Később direkt megnéztük, hogy mennyi volt a különbség. 7, azaz 7-es század másodperc volt a különbség. Próbáljuk átszámolni, hogy ez mennyi lehet. Nagy valószínűséggel nincs. Vannak szép öreg épületek, mi? Egy óvint tár, tehát az érem táblázat nem bázott, tehát nem bővült egy ujjabb, nem beszél egy aranyjal többet, és most már egy gyors áttekintünk. Eddig a életeknek van, ezek a négy aranyjal, mint a szovjeteknek három, minden további ország egy-egy aranyat szerzett, minden a magyar. A helyzet lövés, és elmegy a kapu előtt a Váci lövés. Romanek volt az, aki a bal oldalról, mint egy 8 méterről rászúzta a labdát, kirúgás követődik el a Ferencváros javára, fülembe hallom a nyílt Athénból. Még aztán, hogyha jól hallottam, most már akkor nem akarom zúdolni, mert most már elment a dallam. Most már irány, megállás nélkül Budapest, és ott már nem messze vagyunk Alsógöttől, a szülőfalomtól.